Kérem az ő dolgodat,
Testvéreim, Izrael fiainak szívére mind a mai napig lepel korul, amikor Mózes törvényét olvassák. De amikor megtérnek az Úrhoz, elvétetik majd a lepel. Mert az Úr lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által. Mivel tehát Isten irgalmából ilyen szolgálatunk van, nem csüggedünk el. Ha a mi evangéliumunk mégis el van takarva azok előtt van eltakarva, akik elvesznek. Ezeknek a hitetleneknek az értelmét elvakította ennek a világnak az Istene, hogy az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium fénye ne ragyogjon fel számunkra. Mi ugyanis nem önmagunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztus az Urat. Önmagunkat pedig, mint a mi szolgálókat Jézus. Mert Isten, aki azt mondta, a sötétségből világosság ragyogjon fel, maga támasztott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon számunkra Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a hálom. Bősárkány település vezetősége a klubban dolgozó és
kétségtelenül ünnep a mai nap, hiszen 30 éve működik községünkben a bősárkányi idősek klubja. És ez a mai jubileumi esemény sokakat érint, hiszen amint ez az intézmény már 30 éve képvisel, az sok emberéhez, ember életéhez kötődik valamilyen formában, vagy így, vagy úgy. Az értékes és semmivel nem pótolható emberi élet egy meghatározó időszakához kapott kifejezett küldetés ez az intézmény, hiszen az időseket gyűjti össze, és őket segíti a mindennapokban. Így is lehet röviden mondani, hogy az emberi életet szolgálja a klub működése. Ez a szolgálat pedig élesen rámutat arra, hogy az emberi élet a Teremtő Isten drága ajándéka, amelyet minden időben, minden korban óvni, gondozni és ápolni kell, mert életünk törékeny, ahogyan Pál apostol mondja. Az ember, és itt minden embert gondolok, Isten saját képére és hasonlatosságára alkotta meg. Ez pedig azt is jelenti számunkra, hogy jó tudni, hogy fontosak vagyunk az Istennek, hiszen elmondhatjuk, hogy akarta, hogy legyünk. Véletlenül tudni, még senki sem születik erre a világra. És ma, amikor ezen intézmény fennállásában 30. évfordulóját ünnepeljük, arra is kell gondolnunk, hogy nem csak az Istennek vagyunk fontosak, hanem egymásnak is, embertársaink számára is, hiszen figyelmet fordítanak rá. És erről a figyelmességről tesz tanúságot minden olyan intézmény, amely szeretettel, törődéssel, gondossággal veszi körül az embereket, főként pedig a sokszor mozgásukban, önmagukról való gondoskodásukban kiszolgáltatottá váló idős vagy beteg embertársainknak. Szabolcska Mihálynak Uram, maradj velünk című verse szépen ad választ az időskor bölcsességére. Ezt idézem. Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár? Mi lesz velünk, ha őszünk is legyen? Ha nem marad, csak a rideg velünk, Uram, mi lesz velünk? Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár, a nap lemegy, és a sötét beáll? Ha rám borul örök vak éjjelünk, Uram, mi lesz velünk? Mi lesz, ha a világból kifolyunk, s a koporsó lesz örök birtokunk, ha már nem élünk és nem érezünk, Uram, mi lesz velünk? Tied a tél, Uram, s tied a nyár. Te vagy az élet, se a halál. A változásnak rendje mit nekünk, csak te maradj velünk. A versben érződik, hogy a hívő ember hogy közelít meg ezt a kérdést. Sokan elhagyhatnak bennünket, Isten mindig mellettünk marad. Szent II. János Pál pápa, akinek személyére mi mindannyian emlékezünk, 1999-ben külön levelet írt az öregekhez, és a következőket adja bátorításként, egy rövid részletet hadd idézzek ebből. Így kezdi, én is megöregedtem. Ezért érzem a vágyat, hogy elbeszélgessek veletek öreg testvéreim. Emlékezetemben elborulnak előttem életemnek korszakai. Lelki szemeim előtt nagyon sok harc kontúrjai rajzolódnak ki, és közülük néhányan külön is drágák nekem. Megszokott és rendkívüli események, derűs pillanatok, és szenvedéstől terhes helyzetek emlékezete él bennem. Látom ugyanakkor, hogy Isten agyai keze van mindezek fölött. Körültekintően és irgalommal a lehető legjobban gondoskodik mindarról, amit létrehívott. Így tudom, hogy
és olyan személyekről beszélve, akik hosszú utat tudnak maguk mögött. Így gondolkodunk el a gyorsan tovarohaló idő fényéről, de nem azért, hogy belenyugodjunk a kérlelhetetlen sorsba, hanem hogy életünk hátralévő éveinek értelmet és tartalmat adjunk. Eddig az idézet, és ennek tükrében fölteszem a kérdést, hogy mi is az öregkor. Olykor az élet őszének nevezik. Elég megfigyelni a vidék változásait az év folyamán. A hegyek és síkságok, a rétek és völgyek, az erdők és a fák, növények mesélnek róla. És nagy hasonlóságon az ember bioritmusa és a természet körforgása között, melyhez az emberi élet mindig szorosan kötődik. Ugyanakkor minden ember különbözik mindentől, ami körülvesz bennünket. A gyermek és ifjúkor az az életszakasz, melyben kialakul az ember személyisége, és közben tudatossá válik saját lehetőségeink köre, ilyenkor terveket kovácsolunk. De az öregkornak is megvan a maga értéke. A szenvedélyek föllángulását lassan elcsitítja, növeli az ember bölcsességét és életben tanácsokat ad. Az öregkor annak a bölcsességnek az ideje, mely általában a tapasztalat gyümölcse, hiszen az idő nagy tanítómester mindannyiunk számára. Tehát minden életkornak megvan a maga szépsége és megvan a sajátos feladat. Most azokhoz és azokról is szeretnék szólni, akik valaha ebben a klubban dolgoztak, illetve ma is itt dolgoznak, hiszen ez a mai nap róluk is szól, és nem is akármilyen összefüggésben. Tiszteletet adni az öreg embernek három kötelezettséget foglal magában. Elfogadni és támogatni őt, és értékelni tulajdonságot. Meggyőződéssel kell vallanunk, hogy a tisztelet és szeretet az öreg emberek iránt, akik erőik fogytán és a társadalom eleven részének kell, hogy érezzék magukat, hozzátartozik az igazán emberi civilizációhoz. A nagy Cicero írta a következőket, az öregség terhe könnyebben viselhető azoknak, akik érzik a fiatalok megbecsülését és szeretetét. Az emberi szellem bizonyos értelemben fiatalnak, csak az örökké valóság felé fordulva kell érnie. És ezt a maradandó fiatalságot elevenebben tapasztalja, ha a jó lelkiismeret belső tanúságához szeretett embere előzékeny, hálás odahajolása kapcsolódik. Mindannyiunk tapasztalata lehet, valamennyien ismerhetünk csodálatos fiatalsággal és szellemi erővel bíró öreget lehetett. És aki ilyen emberrel találkozik, annak a szava mindig buzdítás, a példája pedig sokszor vigasztalás. És ezért a társadalomnak különösen is úgy kell az öregekre tekintenie, mint akiket nagyra értékel, akik az emberi és szellemi felbecsülhetetlen örökség fenntartói, és hagynia kell őket egészen érvényesülni a világban. Az is igaz természetesen, hogy fizikailag az öregek általában segítségre szorulnak, de ugyanígy igaz az is, hogy előre haladott korukban fékezni tudják a fiatalok lépéseit, akik útjaikat keresik az élet horizontjára lépve. Tehát a fiataloknak kötelességük, hogy álljanak ott az öregek mellett. És mi a jutalom? Az önzetlen, áldozatos munka egyik gyümölcse, abból a nyugalomból, amelyen az idős emberek életüket intézi, sokat meríthetne az őket körülvevő közösség tagjai. Ebben gondolom sokan egyetértünk. És ez a nyugalom,
béke, ami az idősektől fakad és sugárzik, napjainkban nagyon is hiányzó érték a fiatalok minden napjaiban. Ezt külön köszönjük, hogy erről tanúságot tesznek idősek testvéreink. Nagyon sok családban az unokák a nagyszülőtől kapják a hit első alapjait. Ám még nagyon sok más terület is van, ahol az öregek részvétele jótékonyan hat. Ne feledkezzünk el arról, hogy milyen sokan találnak megértésre és vigasztalásra öreg, magányos vagy beteg személyeknél, akik képesek szeretetteljes tanáccsal, sokszor csendes imádsággal és türelmes odaadással elfogadott szenvedés példájával bátorítást adni a mai fiataloknak. Miközben az átlag életkor emelkedésével egyre nő a társadalmon belül az öregek száma, egyre sürgetőbb annak a kultúrának az építése, és ezt cselekszi ez a klub is, mely elfogadja és megbecsüli az öregeket. Nyilván az ideális megoldás mindig az, hogy az öreg ember a családban marad, és megkapja az életkorral vagy a betegséggel járó szükségletekhez az egyre hatékonyabb szociális segítséget. De sokszor vannak olyan helyzetek, amikor a körülmények azt kívánják, hogy az öreg ember öreg otthonba kerüljön, vagy pedig elkerülhetetlenné válik, hogy a társadalom más tagjai szakszerű ápolásra részesítsék. Ezért az ilyen háza mindig dicséretes intézmények. Az emberi tapasztalat pedig azt mutatja, hogy ha nem csak a szervezeti hatékonyság kritériumainak felelnek meg, hanem szeretetteljes gondoskodást is nyújtanak, szolgálatuk nagyon értékessé, sőt bizonyos esetekben nélkülözhetetlenné válik. Értem alatt, hogy sokak életminőségét képes megváltoztatni. Szent II. János Pál pápa ezekkel a szavakkal zárja az öregekhez írt levelét. Külön gondolok rátok, megözvegyült férje és özvegy asszonyok, kiknek egyedül kell megtennetek életutatok utolsó szakaszát. Egészen természetes, hogy az évek számának növekedésével az ember megbarátkozik az élet estéjének gondolatával. Ha más nem, az a tény emlékeztet rá, hogy hozzátartozói, barátai, ismerőseink sorai ritkulni kezdenek. Vannak alkalmak, amikor rádöbbenünk erre, például a családi és osztálytalálkozó, gyermekkori barátainkkal, egyetemista, katona vagy kurzustársainkkal való összejövetelek alkalmával. De mindig ott a reménység. És emiatt vagyunk mi hívő emberek, az ember életre van teremtve. És a halál nem úgy benne Isten eredeti tervében, hanem a bűn következménye az ördög irigységből termett gyümölcse. Érthető tehát, hogy miért fordul szembe az ember e sötét valósággal, és miért tiltakozunk el. Kedves ünneplő, az öregkor éveit azzal az érzülettel kell végigélni, melyel az ember teljes bizalommal ráhagyatkozik a gondviselő és irgalmas Atya isteni kezére. Olyan időszak, melyet a lelki élet elmélyítésére az intenzívebb kíváncság és a testvérek iránti szeretetteljes odaadás által találékonyan kell fölhasználni. Bősárkányi idősek klubja is ezt próbálja tenni immár 30 éve. Kedves jubileum ünneplő, az ilyen intézmények, mint községünk klubja is dicséretes intézmény, mert itt és az ehhez hasonló központokban figyelmes és szeretetteljes gondoskodást nyújtanak azoknak, akik rászorulnak, vagy akiknek jól esik mások segítsége.
Éppen ezért az idejáró idős testvéreink mindig szívesen jöjjenek, hogy az itt eltöltött órán pedig az életüket vidámabbá és az imént elhangzottak alapján értékesebbé. A klubban dolgozók felé gondosságunk és figyelmességünk nyomán a mai napon külön megfogalmazzuk a hála és a köszönet szavát. Ők munkájukkal, napi áldozataikkal, a mindennél drágább és semmivel nem pótolható emberi életet szolgálják, és ezzel a napi teendőiket élő imádságát formálják. Szívből kívánom, hogy ez az intézmény, valamint az idejáró, a fenntartó és az intézet dolgozói élvezhessék életükben Isten gazdag áldását. Uram, áld meg mindazokat, akik embertársaikért fáradoznak, és őket segítik. Amen. Engedd az Isten. Thank you.
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak.
Yeah.
Krisztus, ami utunk állva. Amen.
Szellők métizgó danája. E házról suttó mindig én nekem. Szívem feléje oly vágyó refes. Emlékezem? Gyermekkorunk rózsás világa ez. Kevés tornyának sok szín ablakára, rátűz az alkony csillanó sugára. Két vén akáca kerítés megett, a ház hűséges, sok részt látta őre. Békésen nézi a terülteget, s az érkezőnek bókó jó előre. Jó hintafánk az ország útra lesz. Emlékezel? Gyermekkorunk rózsás világa ez. És a kert, a régi kert, emlékszel-e? Játékainknak lombos hűs helye. Tüskés fenyők zöld bokrok árnyasában, szőlőszegélyes hüves utakon, ott szállt a fürge labda hajdanában. Ott futkostunk, testvérek egykoron, mind együtt. A szemem könnyekbe vesz. Emlékezel? Gyermekkorunk rózsás világa ez. Emlékszel még a dörmögő vasútra? Mert barnya füstjét romlainkra fújta? Hát kint a rákos menti réteken, ahol fakartunk verekedni vágott. Ahol sárkányunk szállott gőgősen. Ahol tenyérbe zörgettük a mákot. S tök lámpát voltunk, ha megjött az est. Emlékezel? Gyermekkorunk rózsás világa ez. Ülj le mellé. Nyújts testvér kezed. Melengessen csak az emlékezet. Még egymást átölelvén elmerengve, a régmúlt napokba visszaívjadunk. Kik elszakadtunk messze idegenbe, úgy érezzük, hogy mindegyük vagyunk. Mi? Az is, akit a sír fedez. Miért könnyezel? Gyermekkorunk szent ihletése ez. Este van, este van, megy a nap lefelé. Ballagnak a regruták, ballagnak a regruták, a kaszárnya felé. Bemegy a szobába, leül a vaságyra, bunra hagyja a fejét, hullatja a könnyeit.
napok szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja házát a szeretőjének. Erdő, erdő, de magos a teteje. Jaj, de régen lehullott a levele. Jaj, de régen lehullott a levele. Árva madár párját keresi benne. Búza közé szállt a dalos pacsirta. Mert oda fönn a szemeit kisírta. Búza virág, búza kalász árnyába. Rá gondolt a régi eső párjára. A Tamás is orozóra süt a nap. Megjöttek a vizitáló tiszt urak. Egyik írja gyenge testem állását, másik nézi babám megbúcsúzását. Mikor engem a főorvos vizitált, édesanyám ablak alatt sírogált. Eredj haza, édesanyám, ne síras, van még otthon két kisárva neved az. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű, napsütéses, kerekévfordulós napon, hiszen ma ünnepeljük Bősárkány Gondozási Központnak a 30. születésnapját. Engedjék meg, hogy külön is bemutassam meghívott vendégeinket. Dr. Balázs Mihály, Bősárkány Nagykőség volt házi orvosát. Jéger Mihály, Bősárkány Nagykőség közös tanács védőtisztára. Marics István, Győri Egyházmegye plébánosa. Balázs Tamás, Győri Egyházmegye plébánosa. Aller Imre, Kóny önkormányzat polgármesteri. Szala Imre, Bősárkány Nagykőség önkormányzat polgármesteri. Németh Néhajzer Marietta, Kóny önkormányzat jegyzője. Dr. Horváth Rita, Bősárkány Nagykőség önkormányzat jegyzője. Bősárkány Nagykőség képviselőtestületi tagjait, Bagó Szabolcs, Németh Gábor, Török Imre, Varga Sándor, valamint Bella Imréné, aki mellékesen a Bősárkány Gondozási Központ jelenlegi dolgozója. Hallerné Kis Edina, Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője. Gönc Marietta, Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ szolgáltatóvezetője. Nyerges Pálné és Jámbor Ferencné, a Bősárkányi Gondozási Központ volt dolgozói. És természetesen nem utolsó sorban a megjelent kedves vendégeket. A helyi Eötvös József Általános Iskolából láthattak, hallhattak néhány produkciót már, és a későbbiekben is hallhatják majd őket. Engedjék meg, hogy személyesen őket is bemutassam. Szabó Luca, ő majd nekünk harmonikázni fog. Berki Ádám, aki gyönyörűen énekelt nekünk, már eddig is még trombitálni fog. Győri Levente, és Világi Áron, aki elszavalta nekünk ezt a gyönyörű verset. Most pedig felkérem Jéger Mihályt, Bősárkány Nagykőség közös tanácsának volt VB titkárát, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a jeles alkalmon. Nagyon meglepett, amikor a meghívót megkaptam, és hogy őszinte legyek, nagyon jól esett a meghívás, mert azt úgy is értékeltem, hogy annak idején végzett munkánkat így is honorálják, emlékeznek ránk, hogy valamit letettünk a település asztalára, nem csak a Bősárkányéra, hanem a hozzátartozó 6 településére is, hisz ez egy 7 településes közös tanács volt annak idején. 77-ben, amikor
az intézmény is alakult. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az ötletet tulajdonképpen az adta az intézmény létesítésének az ötletét, hogy már akkor tapasztalható volt, hogy sajnos az egész ország, de a települések, a községi rangú települések népessége fokozatosan elöregedik és fogy. Ez adta az ötletet arra, hogy kellene létrehozni, mivel egyre több lesz a kiszolgáltatott idős ember, egy olyan intézményt, ami az ő gondjaikon segíteni tud, ha úgy tetszik, gondozza őket, szeretettel van irántuk, és megbecsüli az öregeket. Ez volt az egyik, amikor ezt érzékeltük, hogy akkor ilyen irányba kell a szociális gondoskodás vonatkozásába elmozdulni. Ez csak erősítette bennem különösen az, hogy mindig tisztelettel és szeretettel voltam az időskorúak iránt. És most tudom igazán értékelni azt, és azt mondani, hogy az a fajta érzéseim, magatartásom mégiscsak visszaigazolást nyernek, mert most érzem, hogy egy időskorú ember mennyire kiszolgált. Sok gondunk volt, mert támadt az ötlet, ezt megosztottuk a vezető testületekkel, annak idején közös tanáccsal, a végrehajtó bizottsággal is. Azokon a fórumokon még nem volt különösebb probléma, később azonban adódott. Mindkét testület elfogadta azt, hogy valóban létjogosultsága van egy ilyen intézménynek. De a testületek döntése után sajnos voltak, akik nem értettek egyet, és próbálták felülbírálni, vagy ha úgy tetszik, semmisé tenni a testületek döntését. De ebben a kérdésben nem tudtunk annak idején engedni, és teljes mellszélességgel szorgalmaztuk és munkálkodtunk a feltételek megteremtésé, hogy ez az intézmény létrejöhessen. Még ami érdekes, és többet nem mondok erről, az, hogy amikor eljutottunk az intézmény átadásáig, azaz, hogy a nyitásig, az intézmény megnyitásáig, előtte megrendelt bútorok nem érkeztek meg, székek. Hát székek nélkül meg nem lehet egy intézményt átadni, ahol különösen idős embereket kell fogadni, azokat le kell ülni. Kértem én annak idején kölcsön, volt is szabad, ülő alkalmatosság nem is kevés, de hát nem kaptam meg. Ezért döntöttünk úgy, hogy a hivatalból, már a tanácsházáról, ami széttől szabadítható, csak azért, hogy meg tudjuk nyitni az intézményt, ide költöztetjük. Én azt hiszem, és nyitottuk meg az intézményt 87-ben. És én örülök annak, hogy itt lehetek, ebben a megtiszteltetésben részesülhettem, de annak még inkább, hogy visszaigazolva látjuk azokat a törekvéseinket, amiket akkor elég keservesen, néha sok vita során sikerült azért létrehozni. Örülök, hogy az idő, ez a 30 év igazolta azt, hogy ennek az intézménynek létjogosultsága van, és én azt gondolom, hogy a jövőt illetően lesz, sőt, egyre nagyobb szükség lesz talán ennek az intézménynek a szolgáltatásaira. Én azt kívánom valamennyiüknek, hogy érezzék jól maguk a gondozottak ebben az intézményben. És én azt is örömmel hallottam, hogy elismerték a gondozók a személyzet munkáját. És hadd mondjam azt is, hogy az intézmény létrehozásának egyik támogatója a Balázs Mihály doktor úr volt, akitől ugyancsak sok segítséget kaptunk, hogy létre tudtuk hozni ezt az intézményt. Ennyit szerettem volna elmondani, ezt nem ünnepi beszédként, csak némi tájékoztatásként, és még egyszer engedjék meg, hogy megköszönjem azt, hogy ezen részt vehetek, és valamennyiüknek nagyon jó egészséget, sok boldogságot kívánok,
a személyzetnek meg további kitartást, eredményes és jó munkát, közmelegi megelégedésre végezzék ezután is a teendőjét. Köszönöm szépen! Most pedig szeretném megkérni Szalai Imre, Bősárkány Nagykösi polgármesterét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Kedves vendégek! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Bősárkányi Gondozási Központ fennállásának 30. évfordulója alkalmából megszervezett ünnepségünkön most jelen vannak. Mint ahogy egy ember életében, úgy egy intézménynél is 30 év nagy idő. Az évforduló jeles esemény, hisz egy emberöltő foglal magába. Bősárkányban 1987-ben kezdtem a működését az intézmény, a kezdeti nehézségekről, az indulásról, az épület kialakításáról mi most nem beszélnék, hiszen akkor még nem voltam én itt, de szerencsére sokan vannak köztünk, akik elbeszéléseikkel a múlt távoli ködébe eső emlékeket felidézhetik a mai napon. Azt viszont meg tudom erősíteni, hogy szükség volt, szükség van az intézményre, az általa nyújtott szolgáltatásokra, a nappali ellátásra, a szociális étkeztetés biztosítására, illetve a házi segítségnyújtásra. Egy társadalom igazi fokmérője, hogyan bánik az idősekkel. Mai világunkban sokszor tapasztalhatjuk, hogy az idősebb emberek nem kapják meg a nekik járó tiszteletet és megbecsülést. Egy polgármester, vagy ahogy fogalmazok, a polgármester akkor lehet nyugodt, hogyha mindezek ellenére a településen helyben megkaphatják az idősek a nekik járó szolgáltatásokat. Kedves vendégek! Létünk gyökerei fontosak, ezer szállal kapaszkodunk a múltba, mely mostani életünk minden pillanatát belaranyozza. Szomorúan vidám ez a nap, hiszen mindannyian örülünk, hogy ma ezt az ünnepséget itt megjelenhetünk és ünnepelhetünk, sajnáljuk azonban, hogy az elmúlt 30 év lakói közül többen már nem lehetnek velünk. Az öreg falak és a köztük lévő idősek sokat tudnának mesélni az életük során kifejtett áldozatos munkájukról. Élettapasztalatuk, bölcsességük kiapadhatatlan tárházából nekünk, az ifjabb, 50-es nemzedéknek is van mit merítenünk. Kötelességünknek tartjuk megőrizni ezt a népi örökséget, szokásokat, hagyományokat, amelyeknek önök a hordozói. Az ember társas lény, társas kapcsolatokban éli le életét. Ezért fontos, hogy a településen, falunkban legyen egy olyan rendszeresen működő közösségi ház, no meg azért is, mert az idősek egy közösségi házban nem csak a képernyő fotelbe kényszerített magányos rabszolgájaként és egymástól elszigetelveként élhetik meg ezt a világot. Aktív részesei lehetnek a jelenünknek, és ami a legfontosabb, meg is tudják beszélni egymással az együtt átélt élményeket, az elolvasott könyvet, vagy csak éppen szót váltanak a barátokkal, ismerősökkel, esetleg egy vendéggel a világ dolgairól. Tisztelt vendégeink! Az író gondolatát szem előtt tartva, önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem belekezdődött. A világunk önökkel, apáink, nagyapáink, szüleink munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amely a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja. Mindennapi munkánkhoz, egy dugó, mindennapi munkánkhoz az elődök munkáiból veríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Köszönjük a példát és buzdítást, amit önöktől kaptunk családban, munkahelyen. Most szeretném megköszönni az intézmény, az idősek napközi otthona dolgozóinak a munkáját, helytállását. Sokszor változtak a körülmények, az épület felújítása is sokat várat magára, a szociális, az idősek érdekében végzett munkát sokszor nem értékelték.
Én az eddigi 23 éves polgármesterségem alatt többször elgondolkodtam, hogy a nagy intézmények, iskola, hivatal, óvoda után következett mindig csak a NO. Sosem volt kiemelt helyzetben, a figyelem sosem irányult rá, de arra büszke vagyok, sosem engedtem, hogy bármilyen hátrán szenvedjünk. Igaz, hogy ezzel még nem köszöntünk meg a dolgozók áldozatos munkáját, amellyel a településünkön élő időseket, a legrászorultabb embereket ápolták, gondozták. Ők mutatták meg nekünk, hogy szükséges az emberi hang, az ismerős tekintetek, kezek összefonódása, hogy az idősek érezzék, nincsenek egyedül. Kedves vendégeink! Azért jöttünk ma össze, hogy rohanó virágunkban kicsit megálljunk és ünnepeljünk. Ünnepelni mindig jó. Az ünnep felráz minket, kimozdít minket a hétköznapokból, szint visz a mindennapjainkba. Lehet rá lelkesen készülni hónapokig, és aztán lehet rá emlékezni hetekig, hónapokig, és talán évekig is. Kapcsolódjanak ma ki önök is, feledkezzenek meg a mindennapi gondokról, problémákról, és élvezzék, hogy ma mindannyian ünnepelünk. Tisztelt vendégeink! Mi fiatalabbak sokszor irigykedünk a nyugdíjas pillanatokra, önök pedig sokszor mondják, hogy milyen jó lenne, ha fiatalabbak lennének. Ne tegyük, ne tegyék, hiszen minden életszakasznak megvan a maga szépsége. Önökön múlik, hogy mindezt megtalálják a nyugdíjas éveikben. Önökön múlik, hogy a nyugdíjas éveket milyen tartalommal töltik ki. Nekünk fiatalabbaknak pedig az a feladatunk, hogy ebben segítsük önöket. Segítsünk, hogy tartalmasan tudják a mindennapokat eltölteni. Legyenek hát vidámak, mosolyogjanak sokat, és emlékezzenek a szép emlékekre. Töltsék a napjaikat szeretetben, békességben, egészségben, barátaik, családok között. Szent Pál szavait csengenek vissza a köszöntőmben, a legkiválóbb adományt, a szeretetet dicsőítő, szeretet himnuszból. Adventi köszöntőmben is mindig ezeket a gondolatokat szoktam felidézni, és most is ezt teszem. Szólhatok az emberek vagy angyalok nyelvén, a szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismeretem az összes titkokat és a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket. A szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoztatom mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, a szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Ma még csak tükörben, homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Most még csak töredéges a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb, a szeretet. Ezekkel a gondolatokkal kívánom önöknek a mai napra nagyon kellemes időtöltést, az elkövetkező napokra, hetekre, hónapokra egészséget, sok-sok boldogságot, vidámságot és apró örömöket, amelyek teljessé tehetik a mindennapokat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most pedig következzen a gyerekek jóvoltából egy kis zenei összeállítás. Fogadják őket sok szeretettel! Thank you.
kívánságom. Temessetek egy sírba a babámmal, síromban is ölelem a babámmal. Kedves édesanyám, megköszönöm magának. Szagos a rozmarin, földre hajlik az ága, bíró udvarába, megbotlott a kis pejlovám lába, talán le is este volna róla, ha a bíró lánya szeretőm nem volna. Leszedik a szőlőt a kosárba, a fia felesége. Irem, irem, fehér irem, csak egy asszony az irigyem, az is azért az irigyem, hogy a lányát nem szeretem. Három éle van a sástak, szép, szeretőm van, mint másnak, ha az ollan szép nem volna, a szívem is meghasadna. Kérem, köszönjük szépen a gyerekeknek. Most pedig szeretném megkérni Allerné kis Edinát, a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjét, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt megjelentek, kedves 30 éves őssárkányi jubilálók! Valóban egy ember életében 30 év nagyon hosszú idő, de azt gondolom, egy közösség életében még nagyobb jelentőséggel bír, mert több embertől függ, több ember szeretetétől, kitartásától, elkötelezettségétől. A 30 évből csak 4 és felett éltünk át közösen, hiszen 2013. január 1-től csatlakozott a Vősárkányi Gondozási Központ a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központhoz. Ez alatt az idő alatt igyekeztünk olyan intézményi hátteret biztosítani,
hogy a folyton változó jogszabályi környezetben a munkatársaknak eligazodást nyújtsunk, ezzel megkönnyítsük mindennapi munkájukat. Igyekeztünk jó emberi kapcsolatokat is kialakítani a kollégákkal, ismerkedni, közös programokon, közös élményeket szerezni. A két falu, Vössárkány és Kóny nappali otthonába járó időseit is összeismertettük. Farsang, kerti parti, együtt ünneplés mind alkalmat adott arra, hogy kikapcsolódjanak, beszélgessenek, és ezeket az alkalmakat lehetett várni, akár hetekig, hónapokig utána is beszélgetni róla. Ez a szép jubileum azonban elsősorban az idősekről, az ő tiszteletükről szól. Időskoruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit továbbadhatnak, és tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Kívánom, hogy mindig érezzék környezetük gondoskodó figyelmét és családjuk szeretetét. E gondolatokkal kívánok önöknek nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet. A Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ nevében szívből gratulálunk a 30 éves jubileumhoz. Fogadjátok tőlünk nagyon sok szeretettel, és találkozunk a következő jubileumon nálunk. Nagyon szépen. Köszönöm szépen. Csodálatos. Nem találok szavakat, mint azt, hogy csak nagyon szépen köszönjük. És tényleg azt kívánom, hogy mi sok-sok évet, évtizedig megyünk dolgozzunk együtt. Így van, és ezt kívánom. Most pedig én is annyit szeretnék mondani, hogy én is készültem önöknek egy kis meglepetéssel, egy kis dalt hoztam önöknek, fogadják tőlem nagyon sok szeretettel. Az idő, mint a halvány jégvirág, és a tűnő boldogság majd véget ér. Ott állsz egyedül, falevél a dombtető, álmos holdfény rád köszön, s elfúj a szél. De addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell a hit hát el. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibád megbosszulja önmagát. Most élsz, most örülj, hogy szép anyád, most örülj, hogy van kivád, és a két karjába zár. Múló örömök, sivár létünk színpadán, mikor egy szó hallatán dobban a szív. Sajnos vége lesz, tudjuk már a kezdetén, túl az álmaink ködén a semmi hív. De addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van. Most én.
hogy felkérjem dr. Balázs Mihályt, Bősárkány nagyközség volt házi orvosát, hogy mondja el nekünk ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplők! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon nehéz nekem tulajdonképpen most beszélnem, mert valahogy mindig elhomályosulna, és valahogy a könnyek felé terelődne. Hogyha az ember elgondolja azt, hogy mi mindenen ment keresztül, ez a község, ez a, amire végül aztán idáig eljuthatott, akkor ez egy őszinte örömöt jelent. Engedjék meg, hogy ezt megköszönjem, hogy meghívtak bennünket, és jól lehet, hivatalosan már nem tartozhatok a Bősárkányi Önkormányzat tagjai közé, azonban belülről én most már mindig csak Bősárkányi vagyok. Azért engedjék meg ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy is alakult ki tulajdonképpen ez az öregek napközi otthona, fölvessem a gondolatot, hogy nem lehetett volna ebből a társaságból egy ilyen szépséges önkormányzati rendszert kialakítani, ha nem lettek volna olyanok, akik elindították az egész folyamatot, és itt gondolok 1926-tól dr. Menyes Jánosra mindenek előtt, aki az első, hogy így mondjam, labda rugást elindította ebbe a folyamatba. Menyes János hosszú-hosszú időn keresztül, 1926-tól 1965-ig volt itt közöttünk, és nagyon-nagyon sok jó tanáccsal, vezetéssel indította el ezt az öregek napközi otthonát. Én azt hiszem, hogy gondoljunk nagy szeretettel ő rá, de ne csak ő rá, hanem azokra, akik neki társai voltak, Meszlényi Jenő bácsira, Gáspár Ilonára, és sorolhatnám hosszasabban, akik még mindent föláldoztak, hogy így mondjam, azért, hogy Bősárkánynak megalakulhasson egy ilyen szép szerve, amely amellett, hogy nagyon szép, amellett rendkívül hasznos is volt. Én megköszönöm még egyszer Önöknek azt, hogy mindannyian arra törekednek, hogy részben a jelen pillanatban fönnálló nagyszerű rendezvényt működtetik, és kívánok jó egészséget mindannyiójuknak, és én nem is akarom tovább szaporítani a szót. Azt kívánom, hogy örüljenek, legyenek boldogok, és hosszú időn keresztül találkozhassanak még egymással. Köszönöm szépen! Most pedig felkérném Szédei Attilánét, a Bősárkányi Gondozási Központnak az intézmény vezetőjét, hogy mondja el ő is köszöntő beszédét. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves meghívott vendégeinket, kedves időseket és kolléganőimet. Rögtön beszédem elején hadd idézzem Zsoldos Imre szavait. Száguldva vágtat, rohan az idő, sorra váltják föl egymást a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző, az időnek nem mondhatsz állj meget. Igen, valóban, mintha most írnánk 1987. június 15-ét. Tisztán emlékszem a 30 évvel ezelőtti időszakra. Kolléganőmmel, Viktóriával nem egyszer felidézzük azokat az első napokat és annak eredményeit. Megjelennek előttünk az első klubtagok, akikre nem csak név szerint emlékszem, hanem megjelennek kedves arcok is. Mert minden archoz egy emlék társul. Ezt az emléket kitörölhetetlen őrizzük lelkünkben mindnyájan. Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön az ősz is, és elszállnak a darvak. Ki segít, ha megöregszünk? Az idősek gondozása, ellátása nemes feladat. Szeretjük azt hinni, hogy ezzel minden rendben van. Pedig valahol a lelkünk mélyén hogy nehéz lesz majd akkor, ha mi kerülünk ilyen helyzetbe. De addig elhessegessük magunktól a gondolatot, s nem foglalkozunk a kérdéssel, holott az idősek egyre többen vannak. Bőssárkány nagyközség önkormányzata példaértékű, következetes támogatása eredményeként az otthont a mai napig fenntartja, hol intézményként, hol önálló társulás formájában. Kedves vendégeink! Más nyújtott ez az intézmény 30 évvel ezelőtt, és mást most. Nagyot változott a világ azóta. Ma legfőképp a biztonságot, a megnyugvás érzését adjuk annak, aki hozzánk betér. Nyitott az intézményünk, a kezdetektől fogva, mégis azt tapasztaljuk, hogy aki egyszer beiratkozik hozzánk, az itt is marad. Valamit talán jól csinálunk. Ez azt hiszem számunkra nem kérdés, ez egy határozott állítás, igen. Munkatársaim szakmai tudásuk, személyiségük legjavát adják ahhoz, melyet itt köszönök meg nagy tisztelettel, hogy a tudásuk, személyiségük legjavát adják ahhoz, hogy az idősek legnagyobb megelégedettségével éljék megérdemelt nyugdíjas mindennapjaikat. Mióta a szociális szakmával kapcsolatba kerültem, de főleg a főiskolás évek alatt ismertem meg Kalkutai Teréz anyát, a szegények és elesettek megmentőjét, aki nekem a mai napig példaképem. Teréz anya szavai szerint éljünk kölcsönös szeretetben. Ne legyenek ezek csupán szavak, ültessük át a gyakorlatba és családunkban, akkor majd öröm terem. Mindenkiről jót mondjatok, derűt sugározzatok, mindenkivel, akivel csak találkoztok. Soha a legkisebb mértékben sem sértsétek meg a szeretetet. Teréz anya imája gondolatai szerint a jó, amit ma teszel, holnap feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. A legjobbat add a világnak, amit csak van. S ha verést kapsz cserébe, mégis a legtöbbet add a világnak, amit csak van. Szeretem az ünnepeket. Időnként megállni, a hét köznapok közepette felöltözni, emlékezni, és közösségi körben ünnepelni az életet, a múltat, a jelent. Megtalálni az élet minden szakaszában a boldogságot. Kérem a jó Istent, adjon még sok-sok lágy simogató tavaszt. Köszönjük a példamutatást, köszönjük az emberi értékeket, melyek belénk csepegtettek. Kedves vendégeink, záró gondolatként engedjék meg, hogy egy nagyot kívánjak. Kívánom mindnyájunknak, hogy még nagyon sok örömökben, egészségben teli, tartalmas éveket tölthessünk együtt. Egy idős, megfáradt néni mondta nekem egyszer, kislányom, teher az élet, ugyanakkor ajándék minden napja, amit köztetek tölthetek. De talán a legszebb ajándék az, hogy mennyi időt adok a másiknak a saját életemből. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
búcsúzásképpen én csak útravalónak egy dalt hoztam el önöknek. Fogadják sok szeretettel. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csökkedők. Hány nagy gondolat és mennyi szép, mely a századok múltán is tenni hit, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést, mint csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt e föld, a hömpögő folyók, az erdők és mezők. Köszönjük szépen, reméljük, hogy jól éreztek magukat, és nem volt túl hangos. És hamarosan pedig kezdődjön az ebéd.
kis figyelmet szeretnék kérni. Szeretném megkérni, eljött a finom ebéd ideje, de mielőtt elfogyasztanánk ezt a finom ebédet, lenne egy kis pohár köszöntő, és ezért szeretném megkérni Allar Imrét, Konyonkormányzat polgármesterét, hogy a kocintásra való előtti beszédet mondja el nekünk. Tisztelt ünneplő közösség, kedves jelenlévők, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ön a csodálatos ünnepen, és külön öröm számomra, hogy meghívást kaptunk, és itt lehetünk Bőságtárnak nagyon szép ünnepén. Mikor polgármester kolléga megkért, hogy itt az ünnepség végén pohárköszöntőt mondjak, örömmel bólintottam, ráfogadtam a felkérést, és itt a műsor közben szembesültem vele, hogy egy rendkívül nehéz feladatra vállalkoztam, hiszen egy 30 éves jubileumi ünnepséggel kapcsolatban szép és jó és tanulságos elhangozhatott ebbe a terembe, az mind megtörtént, hogy nagyon nehéz nekem bármit hozzátennem, mondani az ünnepvel kapcsolatban. De azért ezek rá egy kísérletet, ha megengedik, én megpróbálom teljesen más szemszögből megközelíteni ezt a 30 éves ünnepet, amit azért teszek, hogy a bősárkányiak erre legyenek büszkék, hogy ők 30 éves jubileumot ünnepeltek, és mikor jöttem itt az autóval az ünnepségre, hogy végig gondoltam, 90 óta vagyok polgármester, tehát 27 éve, végig gondoltam, hogy itt a Csornai járásban és a környékünkön hány ilyen intézmény működik. Bősárkányban működik, és Konyba, ugye Konyba mi tavaly ünnepeltük a 25 éves jubileumi ünnepséget, tehát az, hogy egy 30 éves évfordulót ünneplünk az idősellátással foglalkozók terén, nézzünk körül a Csornai járásba, Bősárkány és Kód tart fenn. Ilyen jellegű intézmény segíti az időseket. Én hiszen nézek arra, még akkor nem volt őszhajszálom, 90-ben, akkor polgármester lettem, az első feladatom az volt, az első munkám és az első intézmény, amit alapítottam, hogy megszerveztem Konyba is az idősek nappali ellátását, hisz rendkívül nagy igény volt rá. És úgy, ahogy a Bősárkányi az önök 30 éves működése is bizonyítja, egyre nagyobb szükség van az idősek ellátására, segítésére. Az, hogy 2013-ban Bősárkány képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Kóny gesztorságával működő Szociális Alapszolgáltatási Központ keretein belül látja el ezt a feladatot, ez egy természetes dolog, hisz változnak a jogszabályok, nagyon sok mindennek eleget kell tennünk, és itt tudjuk hatékonyan megoldani. Ez nem jelenti azt, ha valaki egy társulásos tartozik, hogy feladja az önállóságát, vagy bármit felad, hanem a közös feladatállátásból gondolkodunk, és nem azon gondolkodunk, hogy ki a főnök, hanem az a cél, hogy az idősek, a gondozottak a lehető legjobb, legszabszerűbb ellátást kapják. Mi ezen dolgozunk kollégákkal, polgármester kollégával, a gondozási központ, a szociális központ, minden munkatársa ezen fáradozik, az idéseknek a mindennapi életüket örömtelivé tegyük, segítsék őket, és érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket. Még egyszer gratulálok nagyon szép jubileumi ünnepséghez, és mit kívánhatnánk? Mindjárt nevében azt tudom kívánni, hogy önök, a bősárkányiak, dolgozók, gondozottak, település vezetése a több évtizede közösen kiválasztott úton haladjanak tovább jó egészséggel. Ezt kívánok, egészséget! Elnézést kérek, tudom, hogy itt van a levás, de egy nagyon fontos dologról megfeledkeztem a kolléga itt. Szeretném én is köszönteni az idősek ugye a szolgálatvezetőjét, Irénkét. Ételünket és italunkat, és mindazokat, akik számunkra készítették, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Aki étel, italt adott, annak neve legyen áldott. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jó étvágyat kívánok! Köszönjük szépen! Jó étvágyat, mindjárt! Énekeljük együtt közösen, jó? Egy boldog születésnapot, mert ez
mindent tükröz. Nagyon szép volt ez a 30 év, ahogy ez a torta is gyönyörű. Más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Más inkább felekkel a nap, és más kény át a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadt el vidám kis dalunk. Hogy boldog!
gyors fiú, ki hozzám hajol. Szeretsz-e lépni? Kérdeztem én, s én tréfásan válaszol. Már hogy lesz, a jövőt nem sejtetem, a sors ezer rejtelem. Ahogy lesz, hogy lesz, bárhogy lesz, hogy lesz. Bárhogy lesz, hogy lesz, a jövőt nem sejtetem, a sors ezer rejtelem. Ráültem, s kettére fel.
lesz.